Az én munkáimnak a története csak annyiban érdekes, hogy hát nagyon is szimbolikus. Talán az önök többsége még emlékszik rá, hogy volt egy olyan, hogy tömegkommunikációs kutatóközpont, illetve a Magyar Közvélemény Kutató Intézet, ez a Kádár rendszer idején működött, és alapvetően közvélemény és médiakutatással foglalkoztunk. És hát tulajdonképpen ez az intézet, ahol én dolgoztam az elmúlt 20 évben, ez ennek a romjainak valósult meg. 90-ben ugyanis, mint kommunista fészkedett, ezt az intézetet felszámolta az MDF kormány. Itt egy óriási tudás anyag halmozódott föl. Itt most vettem számba, hogy több mint 400 kutatásnak a teljes dokumentációja volt együtt. És hát akkor ez egy 100 fős kutatóintézet volt, egy abszolút nemzetközi színvonalú, módszertanilag, szakmailag, minden szempontból nagyon színvonalas munkahely volt. 90-ben csináltunk egy közvéleménykutatást a Tarcis Blokád idején, amiből kiderült, hogy hát a közvélemény többsége nem a kormány támogatta ebben a konfliktusban, és akkor mi döntöttek, hogy hát egy olyan intézet, ahol ilyen eredmények születhetnek, azt el kell tüntetni a föld színéről. Ezt is csak azért mondom, mert hasonló történeteket élünk át az elmúlt két évben, csak mondjuk durvábban, mert a kormánynak állásnak volt két alapos meghatalmazása, ennek viszont van. És akkor megmaradt ebből a 100-fős intézetből létrejött egy ilyen 10-fős akadémiai kutatócsoport, ami működött 2010-ig, és hát alapvetően hát csináltunk saját új kutatásokat is, de hát ugye fontos feladatunk volt, hogy ezt a 69-ig felhalmozott hát óriási adatbázist gondolzunk meg, hát digitalizálni kellett volna, meg hát egyáltalán szóval, hogy valami ilyen módon ez megmaradjon az utókornak. És hát akkor 2010-ben egyszer csak ez megszűnt ez a kutatócsoport, és hát soha többet senkit nem érdekelt, hogy mi lesz ezzel tehát azt gondolom, hogy ez egy óriási, tehát a nem közös tudásunknak egy nagyon fontos szegmense volt, de hát mint nagyon sok minden, ugye ez is pusztulásra ítéltetett. Annak ellenére, hogy ilyen jellegű rendszeres közvéleménykutatás az egész úgynevezett szociálista táboron belül csak Magyarországon készült a Kádár rendszer idején, tehát ez nem csak a mi közös tudásunk, hanem úgymond ennek az egész régiónak, hogy a szocializmus idején is, tehát ez a mindenfajta felelősségnek az elhárítása, hát ott is ugye az emberek mindannyian abban nőttünk föl, hogy hát döntsék el helyettünk a dolgokat, és mi pedig hát valahogy megpróbálunk ellavírozni, meg boldogulni azok között a keretek között, a demokrácia többek között abban kéne, hogy különbözően a diktatúrától, hogy az emberek a saját sorsukkal kapcsolatos döntéseket maguk képesek meghozni, és ennek a következményeit vállalni, és ugyanezt gondolom, hát szélesebb értelemben egy nemzetről is, de persze ugyanakkor azt gondolom, hogy ez nyilván az elit egy részének egyáltalán nem érdeke, hogy ez egy felnőtt élet nemzetté váljon, mert abban a pillanatban ugye hát ennek vannak a konzekvenciái is, hogy hát mindenféle elvárásokat meg tud fogalmazni, meg hát hogy a demokratikus normákat fontosnak tartja. A második világháború után a németek sem, tehát nem történt meg rögtön ez a szembenézés, nagyon sokáig ez be volt söpörve a szőnyeg alá, és hát tulajdonképpen nagyon sokan funkcióban is maradtak azok, akik a náci Németországban is vezetők voltak, különösen műszaki vagy ipari területen, de a közigazgatásban is. És erről nagyon sokáig nem esett szó. És valamikor a 60-as években, amikor ugye addigra fölnőtt egy vadonatúj generáció, és valahogy
egyszer csak nem lehetett többet a szőnyeg alá söpörni, mert ez az új generáció, amelyik már érzelmileg egyáltalán nem volt elköteleződve, és hát tulajdonképpen tiszta lappal indult, ez elkezdett kérdezgetni, és elkezdte kérdezgetni a saját szüleit is, hogy na de hát ti mit csináltatok akkor, amikor itt a szomszéd városban mondjuk emberek ezreit vagy tízezreit semmisítették. És akkor megindult egy ilyen társadalmi párbeszéd, és ez nem csak a társadalmi szinten, hanem a magánemberek, a családok szintjén is. Rengeteg tragédiával, neurózissal járt együtt, de mégiscsak egy hosszú folyamat, ez nem egy-két év, hanem ez tulajdonképpen több évtized eredménye volt. Nem varnék ezért minden felelősséget a jelenlegi kormány nyakába, mert úgy gondolom, hogy az elmúlt 20 évben is nagyon kevés történt annak érdekében, hogy erről egy igaz és őszinte párbeszéd kialakuljon, de mondjuk legalább ezeket a hamis mitoszokat, ezeket a történelmi legendákat, ezeket az elképesztő bornítságokat, amiket itt nap mint nap hallunk, mondjuk ezeket nem élezgették. Ami ma folyik, már csodálkozni semmi nem tudok, tehát nem, nekem mondjuk nem tud az Orbán Viktor olyan mondani, hogy azt mondjam, hogy ez nem lehet, mert hát szóval szerintem legalábbis én a saját fantáziámat rendkívül szegényesnek tartom ahhoz képest, ami itt előfordulhat, de azt gondolom, hogy ez igenis az ő érdekük, ez ennek a hamis tudatnak a fenntartása, az ápolása, ez az egész hát őrület, ami Trianon körül folyik, mert ugye hát Trianonról is hát lehetne őszintén beszélni, de hát arról, hogy szerintem senki nem vitatja, hogy ez egy szörnyű tragédia egy nemzet történetében, ami Magyarországgal történt. De hát azért annak megvoltak a történelmi előzményei, hogy miért kerültünk ebbe a helyzetbe, és hát arról is kéne beszélni, tehát hogy mondjuk, hogy pár Magyarország az itt élő nemzetiségekkel, ez az én kutatásaim. És az embereknek fogalmuk nincs, tehát ők úgy gondolják, hogy mindig csak minket bántottak a körülöttünk élő országokban élők, nekünk vannak rettenetesen súlyos sérelmeink, de mondjuk, hogy itt még ezen a régión belül is hogy el voltak nyomva a nemzetiségek Magyarországon, és mennyire elégedetlenek voltak a saját sorsukkal. És ugye amikor már minden felvilágosult józan ember látta, hogy hát jogokat kéne adni a nemzetiségeknek, kéne engedni, hogy használják a saját nyelvüket, a saját kultúrájukat. Tehát, hogy Magyarországon nagyon-nagyon rossz helyzetben voltak a nemzetiségek, és hát tulajdonképpen rettenetesen utálták a magyarokat, valljuk be őszintén, és ebben nekünk nagyon nagy szerepük volt nekünk magyaroknak, tehát ezekről kéne beszélni, ehelyett mi folyamatosan csak a sebeinket nyalogatjuk, és hát egyfajta ilyen nagyon furcsa attitűd, de viseltetünk a környékünkön élőkhez. Tehát egyrészt felé vagyunk sérelmekkel, másrészt van egy ilyen fölé érzet is, tehát hogy azért mi mégiscsak különben vagyunk. Hát ugye Orbán Viktor is erre játszik rá ezekkel a hülyeségekkel, amit el tud mondani a Tóth Tojásról. De én úgy gondolom, hogy ezzel rettenetesen rosszabb tesznek ennek az országnak. Tehát én szerintem ez óriási akadálya Magyarországon a progressziónak, a modernizációnak, hogy egyszerűen nem tudjuk a saját helyünket megtalálni ebben a régióban, a saját szerepünket. Ugye a leginkább előítéletesek az egyházi fenntartású egyetemek, tehát a Pázmánynak és a és akkor hát ő ugye ott volt a legszerűsebb közben elterjedt az antiszemitizmus, a cigány ellenesség, és hát akkor én ezt még akkor bizonyos, ez már ugye a bal liberális kormány idején volt, és akkor ezt én publikáltam a kutatásnak ezt a részét, amiből kiderült, hogy hát már lesújtó a kép,
és hát óriási botrány kerekedett belőle. Nem azért, azért kerekedett óriási botrány, mert túlságosan konkrétak voltak az eredmények, tehát nem általában csak a történelmi szakos diákokról volt szó, hanem még ez is kiderült, hogy ugye a legnagyobb problémák azokért az egyházi fenntartású felsőoktatási intézményekben vannak, és hát akkor minden, minden volt, tehát oda annyira fontos ember lettem, hogy még a parlamentben interpellálták a magyar tanítót is ebben az ügyben, hogy, hogy hát hogy lehet egy ilyen kutatást támogatni, és hát mindennel meggyanúsítottak, hogy nem is végeztük el a kutatást, akkor jöttek mindenféle egyetemi oktatók, hogy hogy lehet, hogy mit kutattuk, és ők nem is vették észre, mert szóval rettenetes nagy botrány lett belőle, tehát odáig soha nem jutott el ez az egész vita, hogy most akkor beszéljünk arról, hogy mi van ebben a kutatásban, hanem már csak a címkézésig, hogy hazáruló, meg nemzetáruló, meg csaló, meg tegnap voltam egy konferencián, ami a szélső jobb oldalról szólt, és az egyik panelben a Stumpf András nevű újságíró és ott voltak, ugye még a liberálisok is nagyon szeretnek, mert a néha úgy oda mozognak. És hát többek között ugye a cigány, a magyar társadalom cigány ellenességről volt szó, és ez egy nemzetközi konferencia volt, és ez Stumpf András azt mondja, hogy nincs semmi baj a magyar társadalommal, meg a magyar társadalom cigányokhoz való viszonyával, amit hát mi sem bizonyít jobban, hogy már bok, hogy ezek, vannak ezek az X-faktor, meg nem tudom milyen című műsor, és már kétszer is roma versenyző nyert benne, és hát ugye itt a tehát itt szavaznak, és hát ez mutatja, hogy a magyar társadalomnak semmi problémája nincs a romákkal, mert hát már kétszer is a szavazataival, mert ugye a társadalom szavazataival, ez csak a cinizmusról jutott eszembe, és hát akkor úgy, hát úgy föl megemlítettem neki, hogy az utóbbi évekből készült közvéleménykutatások teljesen nyilvánvalóan, de nem csak az utóbbi években, az igazság, hogy az elmúlt 20 évben, sőt a Kádár rendszerben készült közvéleménykutatások is, hát azt mutatják, hogy a magyar társadalomnak a 4/5-e az súlyosan erőfeszítés is a romákkal szemben, és én tudom ennek az összes problémáját, de az, hogy mondjuk a magyar társadalom kétharmada azt gondolja, hogy a cigányok genetikusan bűnözők, az szerintem egy nagyon súlyos probléma a magyar társadalommal. Vagy az, hogy az összes felmérések szerint az antiszemitizmus az elmúlt 5 évben hát majdnem megduplázódott a magyar társadalmon belül, és azért ezt érzékelhetjük. És akkor odaáll Stumpf András is azt mondja, hogy hát nincs itt semmi probléma, hát már kétszer nyert roma. És akkor mondom neked, ez olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy vannak rendes zsidók is. Tehát ez körülbelül annyira van rendben. Szóval tulajdonképpen ugye ebből is az látszik, hogy az őszinte beszédnek semmiféle terepe nincs Magyarországon, és akkor az ember egy nap két ilyet is megél, hogy egyrészt kertészében magyar származású író, másrészt pedig hát a cigányokkal nincs semmi probléma, mert megnyerték a X-faktort, vagy nem tudom melyik tehetségkutatót. És hát aki egy kicsit figyeli a jobboldali médiát, az láthatja is, hogy folyamatosan ez a tehát aki fölveti ezeket a létező társadalmi problémákat, az hazáruló és nemzetellenes, és rögtön megbélyegezi. A politika a hatalom hasonló eszközökkel, hasonló technológiával kitiltetett, illetve közvélemény formát, vagy nyomást gyakorolt. Nekem ettől sokkal nagyobb a probléma, hogy jelen pillanatban a jobb és a bal adakozik. Tulajdonképpen mindegyik a fennmaradásért küzd. Ezért megítélésem szerint nem vagy ebben a században, hogyha ez dűlő elment a dolog, akkor már több emberöltő keresztül se fog tisztességesen kommunikálni ez a társadalom, a magyar társadalomból. Ugyanis egyiknek se érdeke, hogy úgymond tiszteletben sem fogunk. Nem az emberekkel van a probléma, a tömeggel, mert ők elveszélyeznek, hogy ismerjük a történeteket, ők továbbadják hagyományként, ő viszont az elit, a politikai elit.
az kényszeríti gyakorlatilag közvetlen környezetére, illetve a hatalmi eszközökkel a magyarságra, hogy ne beszéljünk, mert számára ez kellemetlen. Tehát úgy tudnám mondani, hogy amikor elkezdünk kommunistázni, akkor az én kommunistám jó kommunista, a te kommunistád rossz kommunista. Tehát ebbe csak át egy bőr, egy indoklás, egy tisztító beszélgetés. A másik oldalnak nem biztos, hogy érdekelt teljes mértékben szembenézni magával, mert azt mondja, hogy a hatalmat veszítek. Presztízs veszteségem van, érdemes, nem érdemes. Következő választás 4 év alatt nem teremti. A jobb oldalon, mint a kérdőnál 40 évre be akar rendezkedni, akkor hol lesz így tisztán látás? Ki akar itt valós történelmi tényeket előadni, vagy nem vitatni? Azért azt gondolom, hogy minden, tehát a történelmi tanárok is felelősek, hát mégiscsak őrájuk vannak bízva ezek a fiatalok, ezeknek a diákoknak a nevelése, az okítása. Nyilván ez rendszer szintű probléma, tehát én mondjuk a legnagyobb problémát persze nem a tanárképzésben látok. Tehát azt gondolom, hogy ez nyilván ott lehetne megragadni, de hát azért mindenki felelősen egy úgymond értelmiség, ugye, történelmi tanár, ez mégiscsak egy értelmiség, ez mégiscsak felelős azért, hogy azok a fiatalok, akik rá vannak bízva, azoknak jutad át, mire tanítja őket, és tehát nem lehet mindenkit. Nyilván a politikai elitnek is megvan a felelőssége, bár a politikai elit is egy rendkívül differenciált képződmény. Tehát én nem vagyok kívánnak se, hogy akkor most mindenről a politikusok, tehát meg már politikusok között is van ilyen is, és van olyan is. Azt gondolom, bár nekem is nincs nagyon jó, tehát azt gondolom, hogy hát nagyon sok hibát követtek el az elmúlt 20 évben, de hát történelmi léptékben visszatekintve azért sok jó dolog is tört. Hát azért vagyunk most, vagyok én, nekem csak a saját nevem beszélek, annyira kétségbeesve, mert hát azért sok minden fölépült ebben az országban az elmúlt 20 évben, most nem fizikailag gondolom, hanem hát azért mégiscsak kiépült egy demokratikus intézményrendszer, a demokratikus kultúrának az alapjai azért hát le lettek rakva. Most persze nagyon sok kritika érheti ez, de hát mégiscsak nyilván az fáj nekünk, vagy fáj nekem nagyon, hogy hát hogy visszafordultunk ezen az úton. Nyilván a demokráciát megtanulni az is nemzedékeken keresztül történhet csak meg. Tehát nem megy ez olyan könnyen, ezzel is szembesültünk. Nem az elmúlt 20 évben, hogy hát ez a demokratikus kultúra, meg ezek a demokratikus eljárások, ezek azért nagyon macerásak, nagyon időigényesek, nagyon sok türelem kell hozzájuk, de mégiscsak elindultunk ezen az úton szerintem. És most azt kell látnunk, hogy minden lerombolódik, és majd mindent egyszer újra kell kezdeni, ha nem tudjuk, hogy... Szóval azért a politikai elitnek szerintem a teljesítményét is el kell ismerni.